Köszöntöm Önöket! A Naphőse online külön kiadásában a hősökkel beszélgetünk, illetve edzőikkel a mostani kialakult helyzetről, hogyan alkalmazkodnak ehhez, hogyan tudnak edzeni, hogyan tudnak formában maradni, és mik a jövőbeli kilátásaik, és milyen motivációkkal készülnek majd azokra a világversenyekre, amikről sajnos most le kellett mondaniuk. A mai adásban Jelle Noémit, Ergi egyéni felnőtt edzőt köszöntöm, és tanítványát Pignicki Fannit, akikkel természetesen már forgattunk a Naphőse évadaiban. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltok. Adódik a kérdés, hogy egyéni sportágban hogy tudjátok megoldani a felkészülést, azt a rengeteg edzést, ami nektek egyébként heti szinten van, azt hogy tudjátok átkonvertálni az otthoni viszonylatokba? Noémi? Hát könnyen, azért nem olyan nehéz. Nyilván, hogy megbeszélés alapján történt, hogy mi lesz, és hogyan fogjuk tovább folytatni, de FaceTime-on keresztül reggel 9-kor elkezdjük, és amit betervezünk, azt végrehajtjuk. Ha nyilván szükség van rá, akkor átbeszéljük előtte lévő este, hogy mire lenne másnap szükségünk, és akkor úgy alakítjuk az edzésprogramot, természetesen egyeztetve Fannival. Fanni, neked ez mennyire volt furcsa, új helyzet, nehéz helyzet, könnyű helyzet? Hogy élted ezt meg? Eleinte elég furcsa helyzet volt, de úgy érzem, hogy most erre sikerült hozzászoknunk, és most már ilyen mindennapivá vált. Mi volt benne a furcsa? Mi volt neked a legfurcsább, vagy legnehezebb ezekben az online edzésekben, vagy az új helyzetben? Hát ugye itthoni környezetben nincs minden annyira adva, mint a teremben. Például nincs ez a versenyszőnyeg, nincs olyan belmagasságom itthon, és így az udvaron próbálok még kompenzálni, de ott ugye a ég miatt kicsit szédítő, hogyha felnézünk, és nagyon más. Noémi, mennyire kellett figyelned arra, hogy abba az edzés munkába, edzés tervbe, ami amúgy is elő van irányozva a Fanninak, tudjál alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, hogy a szabadban edz, hogy nincsen olyan szőnyeg? Hát mindenképp figyelni kell, mert legfőképp az a legfontosabb, hogy semmilyen sérülés ne éri a Fanni, és ugye azért a kertbe egy kis dimbes, dombos bármit rálép, tehát hogy nyilván ez így nehéz, de azért a Fanni elég tudatos, nagyon jó a testtudata is, úgyhogy tud ezekre figyelni. Meg amit mond, az nagyon zavaró, hogy kertben mondjuk ugye az égbe dob be, tehát nincsen vége a teteje, és teljesen más úgy szer dobálni, hogy fönt a szabad éghajlatba dobsz, vagy egy tudod belmagasságos terembe, tehát az egész szerkezelésre, dobások, rizikóknál, minden egyéb, amivel a Fanni dolgozik, az nyilván átalakul nála, de azt gondolom, hogy Fannit ez is csak erősíti tudásban. Tehát nyilván, hogy sokkal jobb lesz tőle. Úgyhogy ezt próbáljuk teljesen másra átformálni, hogy ő bedob egy olyan térben, hogy nem is tudjon, milyen magasságot dob ki. Úgyhogy azért ez erősíti valószínűleg szerintem. Fanni, neked melyik a legkönnyebb edzésmunka, melyik szerel tudsz legjobban megbirkózni otthoni körülmények között? Itthon a balett meg a vadásra tréning, mert szerencsére a szobámban még tavaly karácsonyra kértem egy balettrudat, és ennek ezt most használtam, és itthon van szőnyegem is, de persze nem egész szőnyeg, így valamennyire a forgásokat is, meg egyensúlyokat is tudom rajta gyakorolni. Mi az, ami a legnehezebb, amivel azért sokat kell küzdened, vagy nagyon kreatívnak kell lenned, hogy el tud végezni az edzésmunkát? Legfőképpen úgy érzem, hogy a szallag, mert ugye a szallagi nagyon könnyű szer, és ezt kint nagyon nehéz kezelni, főleg a szél miatt. Bent pedig ugye nincs elég hely azért a szallagnak a gyakorlásához. Noémi, hogyan lehet úgy összeállítani ebben a speciális sportágban, amiben, vagy amit ti gyakoroltok, egy olyan edzéstervet, hogy bizton tud, hogy a sérülés veszélyt elkerülöd? Azért itt ez az elképesztő sok nyújtás, ez az elképesztő sok ugrás, forgás nagyon sok veszélyt rejt magában.
Nyilván, de a Fanni már annyira kiskora óta csinálja, és annyira tudja, hogy mire van szüksége is a testének, és már egy nagy lány, egy felnőtt nő, mondhatnám, és fejben már még annál is érettebb a sportágban, mert ő tényleg borzalmas jó versenyző, és nagyon jó vele dolgozni, hogy ilyenekben már nem is gondolkodok, hogy nála ez a fajta sérülés lehet, hogy egy nyújtásban ő megsérül egy forgásban, egy egyensúlyban, mert már sokkal jobb a testtudata ezekhez a dolgokhoz, és a Fanni azt is meg tudja ítélni, hogy mivel ha házilag dolgozó, hogy belemegy egy olyan testtechnikába, így FaceTime-on keresztül kérek tőle, hogy végrehajtsa-e vagy nem, mert tudja, érzi, hogy megfelelő a talajzat hozzá, megfelelő az a környezet, ami körbevesz, hogy ezt végre tudja hajtani. Tehát, hogy nem megy vele feleslegesen olyanokba, amire úgy érzi, hogy csak sérülés lehetne, vagy kitesszük őt annak, hogy bármiféle balesete legyen. Tehát akkor inkább jelez, hogy ezt most itt nem, hanem akkor azt tudnánk, hogy... És akkor ezt nyilván átbeszéljük. Tehát ő már annyira tudatos felnőtt tornász, hogy nyilván tudja velem közölni, hogy azt nem tudom úgy megcsinálni, ahogy most szeretnéd, de azt meg tudom csinálni, és akkor beszéljük meg, hogy legyen, úgyhogy abszolút kommunikáljunk ezekről a dolgokról, és így el is kerüljük kár az élet, tehát, hogy nem is megyünk bele olyan helyzetben, hogy ez bekövetkezzen nála. Abszolút figyelek, nagyon figyelek rá. Nálatok van személyes edzésre lehetőség az online téren kívül, ti tudtok találkozni? Ugye egyéni sportágról van szó, itt azért jobban esetleg meg lehet oldani. Nyilván igen, hogyha amint szükségét érezzük, és mind a ketten úgy gondoljuk, akkor személyes találkozó van nyilván, és akkor megcsináljuk úgy azt az edzést, amit nem tudunk megcsinálni házilag ilyen home office-ba, akkor egyeztetünk, és igen, találkozunk, és megcsináljuk az, amire szüksége van, mindenképp teljesítjük. Igen. És Fanni, te ezeket hogy éled meg, amikor végre megérzed a teremnek a szagát, végre beléphetsz hosszú-hosszú hetek, hónapok után ismét, ahol gyakorlatilag az életed felét töltöd, nem? Nagyon hálás vagyok, és igazából csak most realizálódik szerintem nagyon sok mindenkiben, hogy mekkora lehet, és hogy nap oda mehet a terembe, és gyakorolhat, és hogy most, hogy ilyen kevés alkalommal, és hogy nem a teremben, és szerintem még abban megtanuljuk megbesülni ezt, hogy a tartalmat is kihasználni a legjobban. Fanni, te hogyan érezted magad mentálisan, téged hogy érintett, amikor ez realizálódott, hogy most olyan nagyon fontos versenyeid, világversenyeid maradnak el, amik gyakorlatilag évek óta készültél? Hát igen, nagyon régóta készültünk rá, és úgy érzem, hogy elég jó formában voltam, és hogy szerintem jól sikerültek volna a versenyek. Így először eléggé szomorú voltam, hogy most nem mutathatom meg, amit tudok, és amire készültünk, és az így elmarad. De aztán átformálódott bennem, hogy van még időm gyakorolni, és lehet ez még jobb is. Noémi, te hogyan élted meg mentálisan azt, hogy amire készültem, hát jócskán eltolódik. Én abszolút pozitívan állok nagyon a dolgokhoz. Kollégáim szerint én nagyon pozitív személy vagyok ilyenben. Én ugyanezt gondolom, hogy az év az csak nekünk előny formálhat a Fannira, val szemben, meg a mozgásával, meg minden a versenyzésével, pedig nagyon jó formában volt, de szerintem képes, hogy még sokkal jobb legyen, és még erősebb. Úgyhogy abszolút nem éltem meg ezt negatívnak. Én mindig úgy vagyok vele, hogy nincsek véletlenek, és hogy az idő nekünk dolgozik, és hogy próbálom ezt én is úgy felfogni, hogy lehet, hogy tényleg kaptunk egy plusz évet, hogy még jobbak legyünk, és még jobban felkészüljünk erre a dologra. És keseregtem, mert igazából magát a versenyeket nagyon szeretem. Nagyon szeretek végigutazni a Fannival ezeken a dolgokon, nagyon sokat tanulunk belőle, nagyon sokat látjuk őt, az egész mozgását, mit, hogy merre tartunk. Tehát ez a része nagyon hiányzik, de azt gondolom, hogy erre lesz lehetőségünk, és biztos vagyok benne, hogy a Fanni egy év múlva még jobb állapotban lesz. Tehát, hogy annak viszont meg nagyon örülök. Most is nagyon jó állapotban volt, de még erősebb lesz, és az idő az nekünk dolgozik. Mert hogy ugye mi a cél? Mi az, amire
készültök? Hát minden verseny, amit majd meg fognak rendezni, arra készülünk, és ott szeretnénk lenni. Úgyhogy ez a cél. Nyilván a ötkori kezdő verseny a végcél, szerintem minden edzőnek, sportolónak, de bármilyen versenyt, amit most az élet elénk fog gördíteni, én azt gondolom, hogy egy ajándék, és nagyon boldogan fogunk menni, és örülni fogunk, hogy versenyezhetünk. Fanny, úgyhogy mindegy. Mit kaptál, vagy tanultál ebben az időszakban? Akár magaddal, akár a sportággal kapcsolatban? Szerintem a legfőbb dolog, amit tanultam most ebben időszakban, hogy lehet, hogy sok mindent eltervezek, hogy szeretném, de az nem úgy fog megvalósulni, mert elég sok minden közbeszólt. Ezek mellett szerintem ebben az időszakban még nagyon sok türelmet, önfegyelmet lehet tanulni. Ugye az otthoni edzések miatt is, meg a kitartás miatt is, hogy otthon lenni, nem nagyon ér minket más impulzus. Szerintem nagyon sok mindent lehet tanulni. Mivel töltöd a napjaidat, Fanny, most, hogy így rátszakadt a sok-sok szabadidő? Hát nem annyira érzem sok szabadidőnek, mert próbálok mindent megtanulni a vizsgai időszakra előre, mert még nem tudjuk, hogy hogy lesznek a vizsgák, és próbálok felkészülni arra előre, hogy majd, ha egyszer szólnak, hogy vizsga lesz, akkor tudjak ott lenni rajta, részt venni. Próbálok feltöltődni is, és a családommal időt tölteni, amire úgy épp közben általában nem jut idő. Úgyhogy ebből is, ebből a szempontból pozitívum, hogy így most velük is több időt töltek. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Mi is köszönjük. Nagyon szurkolok nektek, hogy minél hamarabb legyenek azok a világversenyek, amin megmutathatjátok, hogy mit is tud a Fanny, és az olimpián meg találkozzunk akkor. Egy év. Nagyon rád. Köszönjük nagyon szépen. Szépen köszönöm. Sziasztok. Szép napot. Sziasztok. Sziasztok.